Halló, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, szokásos szombati túr. És ma mennem kell DM-be, fölírtam egy pár dolgot, úgyhogy jöttök velem. Gyerekek, nem hiszitek el, hogy mit látok. Milánit lehet kapni a DM-ben. Tehát ez nagyon durva. Aki követ a csatornámat már régebb volt, az tudja, hogy én nekem az egyik kedvenc márkám volt. És ugye utána megszűnt a forgalmazása, és most ide jött egy ilyen kis állvány. Látom rúzs, ha jól látom, pirosítok, bronzerek. Ez volt egyébként vala egyik kedvenc alapozom. Hát ez állati, gyerekek. Hát ez egy nagy meglepetés. Gondoltam, hogy update-elem egy kicsit magamat, mert tényleg abba hagytam ezeket a diétás videókat, de hát nem állt meg a diéta, meg nem állt meg a fogyás, és hát nagyon-nagyon jól állok. Nagyon-nagyon sokat fogytam, gyakorlatilag így minden leesik rólam, úgyhogy kicsit így beleforgatok ebbe a DM-be, tehát így állunk, ez is full szűk volt, és most minden lötyög. Sziasztok! Hát nem sikerült felvennem a DM videót, mert nagyon elment a délután, és mint említettem, én nekem ma koncertem van, viszont megmutatnám a sminkemet, mert szerintem nagyon-nagyon szép lett. A Pat McGrath palettával csináltam ezt a csodálatos Chili Willit, és a NYX Ultimate Utopia palettával a többi színt. Szerintem nagyon szép, és megy a ruhámhoz. Fülbevaló, minden kiegészítő ilyen kékes és ezüst, és megmutatom a ruhámat is. Nos, hát itt vagyok, ebbe volt egy tévéforgatásom, úgyhogy egyetlen egyszer volt eddig rajtam, de szerintem ez abszolút illik, mert ez egy templomi koncert, egy kicsit azért még van egy nyárias hangulata, vidám, de nem akartam egyáltalán feketébe lenni, nem lett volna odavaló, nincs halottak napja, nem gyászolunk. És hát láthatjátok, hogy ezüst cipő, ezüst táska, úgyhogy indulhatunk. Várjál, mert itt van a konkurencia mindjárt. Dolly? Cilu? Nem bántjátok egymást? Ugye? Cilu? Dolly? Júj! 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 Hát ez nagyon csúnya! Hát kész! Jaj! Na, sziasztok! Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból rendhagyó videófelvétel lesz. Megmondom, hogy miért.
mert én még ilyen későn nem emlékszem, hogy valaha vettem volna föl videót, de azt hozzátartozik a sztorihoz, hogy ha nekem előadásom vagy koncertem van, én utána olyan szinten vagyok felpörögve, és annyira megy föl az egekbe az adrenalin szintem, hogy egyszerűen nem tudok magammal mit kezdeni, és arra gondoltam, hogy ugye ez az egész délután elment, elszaladt, nekem főznöm kellett, ebédelni kellett, picit lepihentem, aztán már mentünk a koncert helyszínére, próbálni kellett, és el is húzódott, nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon szép koncert volt, de még ott beszélgetünk, meg elhúzódott, és én ugye nem tudtam előtte fölvenni, amit a DM-ben vásároltam, itt van az egész szatyor mellettem, és arra gondoltam, hogy annyira fel vagyok pörögve, hogy én ezt most felveszem. Most nem azért mondom, hogy nézzétek csak! Ott van, ugye? Mert hogy már megint nincs beágyazva, mert ugye én délután pihentem, és utána egy ilyen őrült tempót vettem, hogy ugye kész legyek, hogy el tudjak indulni, meg még előtte ki kellett sminkelni, meg mit tudom én. És aztán nem lett végül is az ágytakaró rátéve az ágyra, és hát Ciluka már helyet is foglalt. De hát most direkt arrébb rakom a kamerát, hogy ne vigye el a balhédát. Tehát függetlenül megint látom, hogy benne van a képbe. Na mindegy, hát engem egyébként annyira nem zavar ez. Nem csak emiatt rendhagyó ez a videófelvétel, hogy ennyire késő van, különben jóval 10 óra után vagyunk, úgyhogy teljes sötétség, éjszaka és mi egymás, hanem itt van már egy különálló kis pak, ami egy ilyen ajándék csomag, miután azt hiszem, hogy ebben a videóban említettem, hogy nem ebben a videóban említettem, hogy holnap egy nagy családi szülinapozás lesz, és ebben már ajándékok is vannak. Úgyhogy én szerintem most azzal kezdjük, hogy megpróbálom kihalászni a számlát. Megmutatom a számlát, és utána megmutatom az ajándékokat, amiket ugye én külön vásároltam ajándék céljából, és az összes többit utána szép sorjába. Azért vagyok ennyire nagyon erősen kisminkelve, hát láthattátok a videóban is, hogy, és ezt most megmutatom, hogy ezt a csodálatos, csillámos szemhéjat ezzel a szülinapomra kapott Pat McGrath palettával készítettem, és hát ebben egészen elképesztően csodálatos. És nagyon-nagyon tartós pigmentációk vannak, ugye ez van a szemhéjamon, és még mindig. Még mindig ott van, pedig több órája tettem föl. Ennyit a sminkről, és hát akkor csapjunk bele ebbe a holvideóba. Hát nagyon-nagyon le kellett nyúlnom a szatyor aljára. Egyébként egy elég hosszú számláról van szó, és a végösszeg az 23.455 forint. Mutatom a nyugtát, ki tudjátok merevíteni, és mindennek látjátok a pontos árát. Fel lehet nagyítani. Oké, meg vagyunk. Hát akkor, ahogy említettem, először jöjjenek azok a termékek, amik ebben a szatyorban vannak. Nagyon-nagyon szép kis díszszatyor. Nos, hát nem titok, hogy a Ferikének van a szülinapja, ráadásul 26. születésnapja, egészen elképesztő, hogy megy az idő. És hát nagyon-nagyon sűrű lesz a holnap, mert ebben minden lesz, minden kívánsága, amit csak kért. Úgyhogy itt a japán étteremtől kezdve a tortázáson át a minden, jó? Amit ez egyébként, ez az én ajándékom neki, abszolút Ildikó Beaut is vagyok itthon is, mármint ez olyan szempontból, hogy én a kezdetektől ellátom mindenféle kozmetikai jó tanácsokkal, hallgat is rám, úgyhogy én ebből kifolyólag most ugye együtt is nyaraltunk nemrég, és láttam, hogy megint egy kicsit ilyen pattanásos volt az arca, úgyhogy a kurkuma az egy nagyon-nagyon-nagyon jó gyulladáscsökkentő és nyugtató hatású
összetevő, és ezt a Neutrogena kurkumás arctisztítót vettem meg neki, és szerintem ez egy állati jó dolog, ez nagyon-nagyon ajánlom nektek, hogyha esetleg tényleg ilyen problémás a bőrötök, a kurkuma az zseniális. Nincsen, nem nagyon érzek illatát, látom, hogy egy elég híg állag, szerintem ez be fog habosodni. Azt mondja, hogy érzékeny bőrre is külön ajánlja. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon jó tisztító, ápoló, lemosó. Ez az egyik ajándékom. A következő, ezt most fedeztem föl, és ezt még én ezt nem láttam, tehát ez egy, és rá is van írva, hogy limited edition, a Baleának a 3:1-ben egy ilyen fűszeres, friss illatú tusfürdője. Úgyhogy ez ilyen minden. Tudjátok, a férfiaknak hajra, testre, arcra minden, szóval egy kell, és azt használják. A Ferike sem ilyen piperkölt. Egyébként meg kell mondjam, hogy ő sem használ ilyen nagyon-nagyon sok dolgot, de azért szereti a finom dolgokat. És ennek valami isteni finom illata van, gyerekek. Tényleg az az igazi fűszeres illat, úgyhogy ezt kapja még tőlem. Akkor nagyon-nagyon szereti a levendulát, és ugye többször voltunk már levendula farmon együtt, úgyhogy gondoltam, hogy veszek neki egy levendulás szappant, méghozzá az egyik kedvenc márkámtól, a Yamunától, mármint hogyha szappan márkáról van szó, mert a Yamuna szappanokat imádom. Ez nem szappan márka, tehát ezt nem, ne így vegyétek, csak én hívtam most így, hogy szappan márka, mert a Yamunától általában én csak szappant veszek, és ennek tényleg nagyon finom, intenzív levendulás illata van, és az utolsó, ami ebben a csomagban van, hát ezen kívül még van egy csomó minden, de ez így a beauty, Ildikó Beauty-tól a beauty ajándékok. Én nagyon-nagyon finom dezodort fedeztem föl, méghozzá a La Rive márkától a Copacabana dezodor, és tényleg, gyerekek, olyan finom illata van, de olyan, hogy a Feri is teljesen oda volt, hogy én miért nem veszek neki ilyet? Hát miért? Mert ezt most a gyereknek vettem. Isteni, figyeltek, isteni finom, az az igazi dohányos, fűszeres, picit póderes, és nagyon olyan erotikus illat. Szerintem ez egy igazi pasis illat, és nagyon remélem, hogy fog neki tetszeni. Figyeljetek, legfeljebb, ha nem tetszik, akkor legyújja a Feri, mert ő meg teljesen rákattant. Úgyhogy ez a dezodor, hogy most szépen visszapakolok mindent a díszszatyorba, és ezt most így szépen félre rakjuk. Holnap meg átadásra kerül. Úgyhogy most haladjunk tovább, le se állítom a kamerát, szépen sorban. Ami nagyon-nagyon csörög, és azt most itt ki is veszem, mert vannak ezek a csörgős dolgok. Hát ezek a csörgős dolgok, gyerekek, ezek mind ilyen WC-fertőtlenítők, úgyhogy itt több is van, mert most teljesen kifogytam ezekből a dolgokból. Egyébként tudatosan mentem listával, tehát semmi ilyen impulzus vásárlás. Úgyhogy a Denkmittől vettem két ilyen belógatós WC-tisztítót, és vettem a Breftől, nem, vettem egy Breffet, és vettem egy Domestost, egy ilyen pónis, de egyébként ezt az ilyen Magic Unicornis pónis, tehát nyilván a színeiben unicornisos, ezt már vettem, és nagyon meg voltam vele elégedve, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon finom illatú, jól tisztít, és ennyi a történet. Haladjunk tovább. Szokásos betétek, ezt is már többször mondtam, már semmi más nem vásárolok, csak ezt a Libres Good Night Ultra X Large betétet, ami ilyen kettes csomagolásban van, tehát 2x8, ebből vettem 2-t a következő hónapra, mert hála a jó Istennek végre ezt a hónapot sikerült kipipálni, úgyhogy ezt a következő hónapra vettem. Még mindig maradjunk a tisztításnál, és Bref,
Úgyhogy ezt a Power Active Gilt vettem Flower illatban, úgyhogy tulajdonképpen majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy jobban szeretem ezt a breffet, mint a Domestos-t. Nem tudom, talán a Domestosnak ilyen erősebb, vegyszeresebb illata van. Ez nekem kellemesebb, úgyhogy én ezt jobban szeretem. Most elfogy egyébként az összes izzadásgátló dezodorom, úgyhogy most nem voltam kispályás. Dópakban veszem mindig a Dove Original dezodort, és négyet vettem. Tehát kétszer kettes csomagolást. Iszonyatosan drága már, szóval egyszerűen egy agyrém, és tényleg nem tart sokáig, viszont nekem semmi más nem használ az izzadás ellen, csak is a Dove dezodor, ez az originál. Még mindig maradjunk tisztításnál, most takarítottam egy pár napja, elfogyott a bútorápolóm. Talán az elfogytak videóban mondtam is, hogy újra fogom vásárolni ezt a Dank Mitch sprayt. Nagyon meg vagyok vele elégedve, nem tud kevesebbet, mint egy Pronto, és olcsóbb. Úgyhogy ez az egyetlen oka annak, hogy én ezt vásárolom, és nem a Prontot, mert pár száz forinttal olcsóbb az ára. És elfogyott most a... Gyakorlatilag most már így fejjel lefele van a polcon, és így ki kell belőle rázni a maradékot. Ez a Lactovit testápoló, én nekem ez a testápolóm, nagyon jól nyugtat, regenerál, főleg nyáron is kifejezetten strandolás után nagyon-nagyon jót tett, de amikor így szárazabb a bőröm télen, akkor is nagyon jó, nagyon sokáig elég, úgyhogy újra vettem, és nagyon ajánlom nektek, és az illatát imádom, úgyhogy ez nekem a testápolom, imádom. Vettem kukazsákot, ezt is talán mondtam már valamelyik videóban, hogy én ilyen drogériában veszem a kukazsákokat, nem tudom, jobb az ára is, tartósabb, erősebb maga az anyag, és nekünk egy elég mély vastag, szóval egy nagy kukánk van, és vastag kukazsákot szeretek belerakni, úgyhogy ez a 120 literes DMS saját márkás kukazsákot vettem, 10 darabot. Azon kívül megláttam, hát ettől kész voltam, ugye aki régen volt a követett csatornámat, az tudja, hogy én nagyon szeretem a kókusz illatot és a vanília illatot is, és hogyha ez a kettő együtt játszik bármiben, akkor az a mennyország. Úgyhogy képzeljétek el, hogy felfedeztem egy vanília és kókuszos krém tusfürdőt. Bár én már az utóbbi időben egyáltalán nem vettem se baleát, se izanát tusfürdőt, mert valahogy úgy, hát szállította a bőrömet, kelemetlen volt, és kicsit drágább árkategóriájú tusfürdőket használok, de erre most nagyon kíváncsi vagyok, mert így megszagoltam, és az az édes, az az igazi édes illat, mint valami madártej. Tehát nekem a madártejre emlékeztet ez, úgyhogy ezt nem bírtam ott hagyni, pláne nem tudom én 400 forintért, úgyhogy na ezt megpróbálom, és nagyon-nagyon remélem, hogy jó lesz. És hát képzeljétek el, hát mi jönne más, mert ugye mást egyébként már nem vettem, ha jól látom, így körbenézek, és ki is ürült ez a gyönyörű szép kottás vászonszatyor. Jönnek a fátyolmaszkok, és gyerekek, olyan mondom, esküszöm, hogy meg vagyok hatódva, hogy nem egy, nem kettő, nem három komment szól arról, tehát egyszerűen hihetetlen, és még Turbut Simi is a videójában mondta, hogy ha megy a drogériába és fátyolmaszkokat lát, akkor én szoktam eszébe jutni, és többen is írjátok, hogy mentek a drogériába, ott vagytok a fágyolmaszkos standnál, vagy pultnál, és én jutok róla eszetekbe. Úgyhogy ez tökre jól esik, és nagyon megtisztelő komolyan. Úgyhogy elő is állok természetesen a most vásárolt fátyolmaszkokkal, ezek a legnagyobb kedvenceim. Most elég sokat elhasználtam, úgyhogy most után kell pótolni. Úgyhogy vettem 3 retinolos balea fátyolmaszkot, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Azon kívül a C-vitaminos maszk is nagyon jobb baleától, úgyhogy abból most 2 vettem.
Esküszöm, fölkelek, még valamikor meg sem mosom hideg vízzel az arcomat, lefújom a most éppen a Mario Badescu-nak a narancsos, citrusos arcpermettjével az arcomat, és egyből fölrakok egy fátyolmaszkot. Én nekem ez a mennyország, tehát hogy most tényleg annyira feszített tempóban vagyok, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát ennyi kényeztetés nekem minimum jár. Úgyhogy itt van a C-vitaminos arcmaszk, és vettem két koreai maszkot, az egyik az It Skin-től, egy hialuronos, és a másik pedig szintén az It Skin-től, ez a répa kivonat. Ezt egyébként már én vettem, és nagyon tetszett. Úgyhogy képzeljétek el, hogy ének évadján sikerült felvennem a DM Hall videót. Ez egy ilyen eléggé érdekes katyvasz videó lett, de a lényeg mégiscsak a DM-ben vásárolt cuccok voltak, és nagyon-nagyon remélem, hogy örültetek neki, hogy megint velem tartottatok, nem bántátok meg, jól éreztétek magatokat, kicsit kikapcsolódtatok, láttatok egy-két olyan dolgot, amit esetleg most ti is felfedeztetek magatoknak, és mondjuk holnap elmentek, és megnézitek ti is, hogy ez milyen. Én megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy ma ebből fogok tusolni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy be fog válni. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is, mindenféleképpen lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek, kis csengőt nyomjatok, mert mindig kaptok értesítést, ha új tartalmat töltök föl a csatornámon. Vigyázzatok magatokra, jövök hamarosan. Most igazából az kellene, hogy a Füles Mackó, vagy a nem is tudom, tehát ez a Jó így gyerekek búcsúzik a Füles Mára, ezt így stílusosan lehet, hogy beénekelhetném, mert tényleg elég késő van. És annyira fel vagyok dobodva, hogy én most tényleg ebbe fogok tőletek elköszönni. Jó hét gyerekek, búcsúzik a Füles Máró. Bújjatok ti is, mert hamar a jó puha áll.